ez a pandémiás időszak azért az IT biztonság területén azért azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé egy sűrű életet eredményezett, ugyanis nem arról van szó, hogy új támadások jelentek meg, hanem inkább besűrűsödtek, és olyan nagymértékű túlterheléses támadások érintették például az ügyfeleinket, amire extraan fel kellett készülnünk, és külön erőforrásokat kellett ehhez biztosítani. De megjelentek például olyan zsarolóvírusos támadások is, amik akár kórházakat is érintenek sajnos, illetve olyan üzleti e-mailezésben megjelenő csaló adathalász próbálkozások is, amiknek a számosságával küzdünk leginkább manapság. Olyan IT biztonsági megoldásokkal foglalkozunk, ami kimondottan ugye üzleti vagy céges felhasználói kör számára ad segítséget. Ilyen például ugye a felhasználóknak a céges központi IT biztonsági oktatása. Ez most ugye az előbb említett támadási formák miatt ez nagyon-nagyon fontos, főleg hogyha otthoni munkavégzésről beszélünk. Illetve ugye a túlterheléses támadások ellen mi a piacon egy olyan egyedülálló hibrid megoldást tudunk biztosítani, ami akár olyan nagyméretű támadások ellen is védelmet nyújt, ami Magyarországon eddig még nem volt tapasztalható, de a trendek szerint azt látjuk, hogy ez hamarosan be fog következni.